Ez itt a Sláger TV híradó, a Magyar Sláger TV hírműsora. Szép napot mindenkinek, én Szili vagyok. A Sláger híradóval mindig képben lehet, mi történik a hazai zenészvilág berkeiben. A legfrissebb zenei híreket nálunk hallhatja először, beleshet velünk a kulisszák mögé, és mindent első kézből tudhat meg, hiszen az ujjunkat mi mindig a zenei élet ütőerén tartjuk. A mai adásban itt lesz velünk az egyik rangos európai zenei díjra jelölt Metzger Viktória, az elképesztő hangszeres tudással rendelkező dobos Markó Ádám, illetve a Pápai Jocival közös dalt jegyző Lotfi Begi is. Elsőként azonban a különleges élőzenei formáció, vagyis a DJ-szettet hegedűvel, szaxofonnal, gitárral és énekkel vegyítő Wachowski Live két oszlopos tagja lesz a vendégünk. Mr. Wachowski és a már saját jogán is karriert építő Jao, a csapat első magyar nyelvű dala apropóján avat be minket már is a stílusokon átívelő formáció munkamódszerébe. Kezdődik tehát a mai Sláger TV híradó, amelyhez mindenkinek jó szórakozást kívánok! A nevem ott a VIP listán, a pultnál állva nézlek, én nem a szavaidat tisztán. Látom, itt mindenki rád figyel, de én leszek, ki este átölel. A Wachowski Live egy DJ-szetre épülő élőzenés produkció, adott ugye az én DJ-szettem, amire Jao énekel és gitározik, a csapatban még ott van Péter Filili, aki szintén énekel, valamint Harold Péter szaxofonezik, Ferenc Peti pedig hegedül, úgyhogy ez egy nagyon modern elektronikus történet, ahol a slágerek mellett saját dalokat is játszunk, illetve saját feldolgozásokat. Zárójelben megegyezném, hogy a Wachowski Symphonic is létezik, amikor szimfonikus zenekarral is fel tudunk lépni, szóval igazából határa csillagos ég. Hogy mi lesz ebből, csak is rajtad áll, ha jönnél, mindent is megkaphatnál. 4 éve dolgozunk együtt, mi Lilivel együtt érkeztünk a produkcióban, mert hogy Ferenc Peti és Harold Peti már benne voltak a projektben, és akkor kellettek énekesek a projektbe, és akkor Lilivel így csatlakoztunk ehhez a dologhoz. Már az elején nagyon-nagyon közel kerültünk egymáshoz is, mert nagyon jó zenészekkel vagyunk együtt, nagyon jó fejek, nagyon fiatalos, lendületes az egész projekt, úgyhogy egyből megszerettük ezt a dolgot. Látom, mindenki rád figyel, én is már a sorban állok, de nem érem meg ennyivel. Most jelent meg a legújabb dalunk, ez sorban egyébként a harmadik, de magyar nyelven az első, ami számunkra egy picikét ilyen új vizeken való evezés, mert alapból az a zenei stílus, amit mi így képviselünk, amiket játszunk, azok inkább ez a külföldi slágeresebb vonal, és hát mertünk egy nagyot, úgyhogy megírtuk ezt a Mindent is című dalunkat, ami egyébként tökéletesen tükrözi így a csapatnak a hangulatát, az egésznek a lendületét. Nem nagy megfejtés maga a téma, inkább csak egy ilyen buliban való sikertörténet, ahogy éppen egy srác felszed egy lányt, hogy sikerül ez a szép kis szerelmi történet. És aki szeretné angolul élvezni, az is tudja, mert hogy azért csináltunk neki egy angol verziót is, Before We Die címmel. Látod, itt mindenki ránk figyel, tudják, én nem kezdek bárkivel, hogy mi lesz ebből, csak is rajtad áll, ha jönnél, mindent is megkaphatnál. Nagyon szerencsések voltunk, hogy az első karantén, vagy nem is tudom, hogy hívjam, ott a tavaszi időszakban nekünk volt egy darab fellépésünk is, természetesen nem közönség előtt, hanem zárt ajtók mögött, és streamelve volt a történet, és igazából Európa szinten is, vagy így a világ szinten is szerencsések vagyunk, mert nekünk itt Magyarországon volt egy kis nyarunk, még ha egy olyan kis fél nyár is, de voltak fellépéseink, illetve most az ősz egész jó. Úgy néz ki, hogy heti rendszerességgel tudunk most mozogni kiemelt eseményeken itt a fővárosban. Yeah.
Metzger Viktória lemezlovas karrierjét a rajongók mellett a szakma is elismeri, hiszen 2015-ben és 2016-ban az év legjobb DJ-je díjjal jutalmazta a Magyar DJ Szövetség. Most pedig Európa egyik legrangosabb zenei díjátadójának hazai jelöltjei közé válogatták be. Nem kérdés tehát, hogy 2020 Viki éve, de hogy még milyen tervei vannak idénre, azt személyesen tőle tudhatjuk meg. Ha valaki alázatos és tényleg a szakma érdekli, és bizonyítani szeretne a szakmának, meg a közönségének, akkor magáért beszél azok a díjak, vagy azok a dolgok, amiket mondjuk én is megvalósíthattam, akár egy közönségdíj, ugye 2015-2016-ban a DJ Szövetség közönségdíjas DJ voltam, év DJ-je, vagy szakmai díjat is kaptam a DJ Szövetségtől még 2009-ben, még a Beethoven volt akkor az életműdíjas, úgyhogy szerintem ez hozzájárul ahhoz, hogy komolyan vegyenek egy nőt ebben a szakmában. Nyilván vannak aktuális slágerek, én is szeretem ezeket játszani, de ezt olyan Vikisen szeretem, magyarán keresek mindenből olyan remixet, ami rám jellemző, vagy az én stílus jegyeimet fel tudják fedezni bennem, már mint a közönségem, úgyhogy én így próbálok lavírozni. Aki ezt érzi, átélt már öreget, a lelkem tüpét törlöm, nem a sebeget, elhidegültem túl, vagyis lett a lehelet, nem nincs visszaút, látom a jeleket. Én ugye énekelek is már több éve, és az elmúlt egy évben nagyon sok saját dallal jöttem ki, vagy duettekkel, ugye kollabokkal, vagy pedig ugye teljesen sajáttal, és szerintem vagy 4 vagy 5 megjelenésem is volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csak maga a DJ része van ebben már benne, hanem mint énekesi előadói történet is benne van, mert nyilván egy DJ-t jelölni egy ilyen díjra nem nagyon jellemző, inkább külföldön ugye, akár egy David Guettát vagy Marshmallow, de hát az már olyan szintű, volumenű történet, hogy természetes, hogy jelölnek egy DJ-t, hiszen producál nagyon komoly slágereket. Viszont nálunk Magyarországon ez nem jellemző, és talán rajtam kívül még egyszer jelöltek így DJ-t erre a díjra, az pedig a Jumó volt, a Jumó Daddy. Úgyhogy tök büszke vagyok rá, hogy most már így engem is. Ebben az évben lesz még egy kollabom fixen, egy női előadóval, azt még nem szeretném elmondani, mert még titok, és majd jövő évben lesz a BSV-vel is amúgy, évelején, igen, ilyen családi projekt. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Markó Ádám élete a zene. A virtuóz dobos a legnagyobb hazai mestereknél tanult, így Babos Gyula, Solti János vagy Jávori Vilmos növendékeként szívta magába a hangszer szeretetét. A Special Providence nevű saját zenekara egyedi módon a jazztől a metalon át az elektronikus zenéig szinte valamennyi műfajból merít. Eddig 24 országban turnéztak, de talán idehaza nincs is olyan formáció, amelyben session zenészként Ádám ne csillogtatta volna meg a tehetségét. Legközelebb november 11-én Kaltenecker Zsolt zongorista barátjával lépnek színpadra, de hogy eddig milyen utat járt be és milyen különleges viszonyt ápol a zenéléssel, arról személyesen Markó Ádámmal nekünk. We'll be right back.
zenész családból származom, a szüleim komoly zenészek, így gyerekkorom óta meghatározó szerepet töltött be a zene. Kamaszkoromban természetesen beütött a rockzene, és addig a szüleim nem nagyon vettek komolyan, majd amikor a Kőbányai Zenei Stúdióba felvételt nyertem a Póka Egon által fémjelzett iskolába, akkor ők is elhitték, hogy tényleg ezt akarom csinálni. Volt szerencsém a legnagyobbaktól tanulni, akik sajnos ma már sokan nincsenek köztünk, Babos Gyula, Jávor Ivli bácsi, Solti János, volt a mesterem Slamkó János, meg rengeteg nagy öregtől tanulhattam, és szívhattam magamba ennek a szakmának a mindenét, szeretetét, tiszteletét. A főiskolás éveim alatt alapítottam a zenekaromat, a Special Providence-t, ami talán a legjobban a nevemhez köthető. Ez egy instrumentális zenekar, aki nem ismerné esetleg, mindenféle műfaji korlátottól mentes, alapvetően progresszív zene, de a jazztől a metalig, az elektronikus zenékig minden van benne, és az volt a célunk, mikor alapítottuk, hogy valami egyetit alkossunk, és ennek most már 15 éve ez a zenekar megalakult. Vagyunk rengeteg nemzetközi turnén, külföldi lemezkiadónk van, 24 országban koncerteztünk eddig, és nyilván ez az egy saját gyerek, tehát ez alapján azonosítanak be a szakmában, amellett, hogy session zenészként 23 éves korom óta tevékenykedek. Volt alkalmam, és óriási megtiszteltetés volt olyan emberekkel dolgozni, akik számomra meghatározó zenészek voltak, mint hazai pályán, vagy külföldön. A legutóbbi ilyen nagy dolog a Dream Theater zenekar billentyűs, Jordan Rudess volt, aki engem felkért egy ilyen közös produkcióra, egy szimfonikus művét mutattuk be Karlovy-Várjba, Csehországba. És nekem az a zenekar egy ilyen gyerekkori nagy kedvenc volt. És nyilván, amikor az ember a saját ikonjaival kerül egy színpadra, az egy eszméletlen nagy ajándék, meg feldolgozhatatlan, és hát egy óriási erőt ad a folytatáshoz természetesen. Már 10x éve tanítok magánúton, és nagyon-nagyon szeretek tanítani. Nekem a nagyszüleim pedagógusok voltak, hogy hál' Istennek örököltem ezt a vénát, és én hiszek abban, hogy aki nagyon szeretne, és nagyon elhivatott, és meg van őrülve a hangszerért, meg van őrülve a dobolásért, azt meg lehet tanítani valamilyen szinten dobolni természetesen. Egy idő után a tehetség nyilvánvalóan képbe jön, de az már bizonyos számomra, hogy nem a tehetség az elsődleges kulcs a sikerhez, hanem a szorgalom. A következő hangverseny az november 11-én lesz Budapest egyik legjobb jazzklubjában. Kaltanekker Zsolt zongorista barátommal van egy ilyen egészen eklektikus, furcsa duónk, tehát egy zongora-dob duó, amiben rengeteg műfaji kirándulást teszünk, és nagyon-nagyon-nagyon jó buli szokott lenni mindig, úgyhogy ott mindenkit várunk sok szeretettel.